Milyen fontos fejlesztés valósul meg városunkban? Jó napot kívánok, Szatmári Zoltán vagyok, a Kunmalom Kft. Tulajdonosa, ügyvezetője. 2014-ben vásároltunk Karcagon 2 telephelyet, a villamos úton és a vasút mellett a Hántolót. Hántolóban jelen pillanatban nagy felújítás, beruházás történik, új silókat építünk, és a tárház rekonstrukcióban teljes burkolatot kap újra. Ez az összeg 450 millió forint beruházás költségbe kerül. Ehhez kaptunk állami segítséget 45%-ban. Említett, hogy hol tart jelenleg, milyen fázisban a beruházás, melyek lesznek a további folyamatok, mikorra várható az elkészülte? Az folyamatok elkezdődtek, az alapásás és a alapozás megtörtént. Év végére várjuk a teljes elkészültséget. Év végéig vállaltuk, hogy készen leszünk, ezt tudjuk tartani. Másik beruházásunk most tervezés alatt van, a Villany utcában, ahol egy 30 ezer tonnás betonsiló és egy nagyon régi nalomépület állt. Itt szerettük volna ezt a malomépületet elbontani, és egy új impozáns épületet építeni, amiben Hántolót tervezünk. Üdvözlöm, egy hatalmas beruházás van folyamatban Karcagon, a szakmai hátteréről beszélünk nekünk egy kicsit. Köszönöm a lehetőséget, Tóth Kár Sátran vagyok, a Szatmári Malom Kft. Ügyvezetője. Igen, a régi úgynevezett öllőüzemnek a helyére próbálunk fejlesztés alatt lévő dolgokat vinni. Ez azt jelenti, hogy egy hántoló, első körben egy hántolóüzemet tervezünk, ahogy tetszenek látni a teljes épület egy 48 méterszer durván 50 méteres rész. Ebben lesz, tervezünk egy új hántolóüzemet, és mellé egy kis alapanyagraktárat. Ezt, ha a látványképet nézzük, ezen jól látod, hogy a belső részen ugye van a 30 ezer tonnán silónk, onnan fogjuk hozni az árut, ez a rész lesz a maga termelőzem, ez a mellette lévő pedig az új raktár rész. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy olyan hántoló üzem lesz, ami több fél alapanyagot tud hántolni. Egyelőre még ott járunk, hogy tönköly búzát és árpát biztos, hogy fog, és megnézzük még, hogy ugyanezzel a technikával mik azok a magok, amiket még pluszba tudunk hántolni. Miért fontos ez a beruházás a város életében? Mind a két beruházás nagyon fontos. Mindenképpen szót kell ejteni a már elkezdett rizshántoló malombeli beruházásról is, ugye ott egy kukoricamalomról beszélünk, amely átadásra került az előző elmúlt években, és természetesen ez a beruházás is folytatódik, ahogy hallottuk az imént. A másik beruházás az folyamatban van, amely azt jelenti, hogy egy üzemen kívüli telephely gyakorlatilag teljes egészében megújul, és újra kezdődik az a fajta munka, az a hántoló, feldolgozó üzem, ami jellemezte ezt a területet. Ahhoz, hogy ez meg tudjon újulni, természetesen szükséges, hogy a meglévő épületek megvizsgálásra kerüljenek, mi az, amit fel lehet használni, mi az, amit nem, mi az, amit a következő években, évtizedekben, hasonlóan az előző évek, évszázadok hagyományához lehet folytatni. Én nagyon köszönöm a ügyvezető igazgató úrnak és tulajdonos úrnak is, hogy eljöttek ide a Városházára, bemutatták azt az elképzelést, azokat a fejlesztéseket, amelyeket ők elképzeltek, illetve bemutatták azt a jövőt, amelyet Karcag fejlődésében terveznek. Ez mind ahhoz fog hozzájárulni, hogy az a megkezdett munka tovább folytatódjon, további munkahelyek létesüljenek, és a város tovább tudjon fejlődni azon az úton, amelyet remélem, hogy a következő években, évtizedekben tudunk majd folytatni. Említette polgármester, hogy újabb munkahelyek létrejöttét teszi az lehetővé. Ez főben mit lehet elmondani, mennyi embernek fog munkát biztosítani? Természetesen erre is megkaptuk a megfelelő választ, attól függ, hogy milyen technológiával fog indulni. Ugye most jelenleg tervezés alatt áll maga az üzem. Ha az előző éveket nézzük, akkor gyakorlatilag nulla volt az eddigi munkahely ezen a területen.
Tehát minden, ami lehetőséget biztosít, az 10-20 családnak, 30 családnak lehetőséget fog arra biztosítani, hogy helyben maradjanak, és helyben boldoguljanak. Látványában hogyan kell elképzelni majd az új épületet? Ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen maga a még álló épület egyfajta ikonikus épülete a karcagi látképnek. Ezt kértük a tulajdonostól, hogy lehetőleg hasonló jellegében mindenképpen hasonló épületet próbáljanak tervezni és elképzelni a malom épületének. És azt is kértük természetesen, hogy az a mindenkit foglalkoztató csörlőház, amely sajnálatos baleset során megrongálódott, felújításra kerüljön, és természetesen egy olyan elhelyezése legyen ennek a csörlőháznak, amely a közlekedést sem akadályozza. Tehát találjunk egy olyan helyet, egy olyan lehetőséget, ami a malom fejlesztése mellett az ottani közútnak a biztonságos használatát is lehetővé teszi, azzal együtt, hogy a csörlőház természetesen megmaradjon eredeti állapotában.